Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Tizedik rész. Apollosztól kedden tudta megkérdezni, félnek-e a zsidók az elefántoktól. Félnek, mondta Apollosz, és megvan rá az okuk. Kleopátra a zsidókra bízta az ország védelmét. Ptolemaiosz Füszkon Kleopátra ellen indult, diadalmaskodott is, a zsidókat Alexandriában lemeztelenítette, megkötöztette az asszonyokat és a gyerekeket is, és a leitatott elefántok elé vettette. De az elefántok nem a zsidókat gázolták le, hanem a király emberei ellen fordultak. Ptolemaiosz Füszkón ezt éjjelnek vélte. A zsidóknak megkegyelmezett, sőt a tanácsadóivá emelte őket. Ez a nap sokáig ünnep volt a zsidó Alexandriában, pünkösd után tartották valamikor, de már apám fiatal korában sem ünnepelték. Szerintem egyetlen szó sem igaz belőle. Uri elmesélte, mit hallott a deltában vasárnap. Apollosz a fejét ingatta, hülyeséget beszéltek. Nem Etiópiából szoktak elefántokat szerezni, hanem Núbiából és Szudánból, mondta, de már rég nem került rá sor. Mégis erről képzelegnek. Hát igen, mondta Apollosz. Hallgattak. Vasárnap Apollosszal elment a színházba. Több színház is volt Alexandriában, de az igazi a keleti kikötőben épült. Ez volt az, amelyet a hajóról is látott a gyémánton keresztül. A jeleneteket kevés jelmezzel és jelzésszerű arcfestéssel adták elő. A város híres görögjeinek szavajárását és hangsúlyait parodizálták egy-egy hevenyészet balga történetben. A történetek laposak voltak, a viccek alpáriak, a közönség remekül szórakozott. A kecske baszó Aulliosról szóló történetet Uri is megértette, a Villus volt Aulus Flaccus másik neve. Némán csodálkozva hallgatták az ízléstelen viccelődést, és a valódi kecske rémült megegését nem tetszett neki, hogy ember akarja meghágni. Ez Pharoseidon. Nagyon népszerű, súgta Apollosz, aki szeretett színházba járni. Egy délután 2-3 színházban is fellép. A kecskét is viszi magával. A mímus abbahagyta a kecske dövködését, előre jött a színpadon, alacsony kopasz emberke volt, kissé beszédhibás, gusztustalanul izzadt, és mindenféle aktuális témát vetett föl, sőt, a közönség talán nem egészen spontánul bekiabált kérdéseire is válaszoltam a bizonyos Aulliosz szerepéből. Hogyan is képzeli ő Aulliosz Alexandria jövőjét? Hát úgy képzeli, hogy 500 000 zsidót hozott be Judeából, mert azok kevesebbet esznek, mint 100 000 görög, és nem kell nekik hajlékot biztosítani. Nevetés. Úgy képzeli, hogy a görög kurvákat lecseréli zsidókra, mert azoknak síkosabb a hüvelyük, és mindig ki van tárva. Röhögés. Úgy képzeli, hogy Júdeából rengeteg disznót importál, mert a zsidók azt szeretik a legjobban. Nyerítés. Annyira szeretik, hogy nem eszik meg, rokon lelket sejdítve bennük, üvöltő siker, tapsvihar. Uri émelyget. Apollosz sápadtan imbolygott mellette, ahogy a kikötőben haladtak a nevetgélő görögök között. Akár zsidó vér is folyhat abban az ocsmány alakban. A leggyávább zsidók vére, akik valaha éltek. Gemellust megölték. Tiberius vérszerinti unokáját, akit Caligula a fiává fogadott. Makrót öngyilkosságba kergették a feleségével együtt, ezért nem érkezett meg állomás helyére Alexandriába. Tél volt, ami Alexandriában enyhe időt jelent, tunikában mászkáltak az emberek,
a szerencsétlen Karabasz kivételével, aki ott bolyongott a gimnázium kertjében pucéran, esténként pedig a kikötőben itatták. Mindenütt mindenki politizált, a görögök maguk közt és a zsidók is maguk közt. Uri úgy döntött, hogy elmegy. Még ezt az évet végig tanulja, és elmegy. Nem volt kedve görögnek lenni a zsidók között, és zsidónak lenni a görögök között. Szép város Alexandria, de ő római, és úgyis hazatérne egyszer. Agrippa befolyásában erősen bízott az Alabarkosz. Agrippa ott van a császár mellett, a tanácsadója, szereti a császár, mondogatta az Alabarkosz, és intézte az ügyeit serényen. Uri várt, hogy alkalmas pillanatban köszönje meg a vendéglátást, de nem adódott ilyen alkalom. Néha arra gondolt, még az is jobb lenne, ha Agrippa elfoglalja a királyságát, és őt odaküldik valami üzenettel. Kicsi királyság az, pár város mindössze, de az is megtenné. Ő Agrippa lábaihoz vetné magát, királyom, mondaná, tévedésből a delegátusodnak véltek, hát most itt vagyok és rendelkez velem. Szép drámai jelenetet képzelt el, amelynek a vége az, hogy Agrippa kinevezi a megalapítandó könyvtára vezetőjének, ő pedig sokat utazgat a törzsanyag beszerzése céljából. De Agrippa nem indult el a királyságába még, Rómában ette a fene. A leváltott helytartó továbbra is ott lakott a palotában, csak, mint mondták, az erőd betette át a székhelyét. Nem volt világos, vajon visszavonta-e leváltását Caligula, vagy megerősítette a tisztségében. Flaccus helyett nem küldött senkit, de nem is igen küldhetett volna. Flaccus, mesélték, a lován részegen imbolyogva Nikopolisban seregszemlét tartott, és a katonái hosszan lelkesen éltették. A két légió ő mellette áll. Két légió sok. Honnét érkezne ezekkel szemben az a 3-4 légió, amelyre szükség lenne, és ki vezetné? A kikötőben a zsidóhajókat tovább várakoztatták, mint korábban, a görögöket viszont soron kívül beengedték. Gazdag zsidók keresték fel az Alabarkoszt a városból és Egyiptomból, hogy a segítségét kérjék, az Alabarkosz óvatosan válaszolgatott, lehet, hogy a bukott Flaccus zsidó lázongást akar provokálni, hogy derekosan leverhesse, és a helyén maradhasson, legyenek a zsidók türelemmel, bízzanak az örökké valóban és a császárban, semmiképpen ne lázongjanak, tartsák be a törvényeket akkor is, ha velük szemben nem tartják be. A zsidó kereskedők keseregve távoztak. Az Alabarkosz palotájának őrségét megkettőzték. Urit a régiek beengedték, az újak akadékoskodtak. Urinak ezébe jutott, hogy a tartózkodási engedélye vagy egy éve lejárt. Szólt Filónak, aki legyintett, nem fontos, bárki igazolni fogja, hogy Uri a gimnázium diákja, és a zsidóknál úgy is be van jegyezve. Uri nem lett nyugodtabb. Jó, mondta Filó türelmetlenül, majd szólok a szolgáknak. Szólt is. Valamelyik szolga jelentette, hogy elintézte a dolgot. Na látod, mondta Filó. Urinak kétségei támadtak, de nem ment ki a kikötőbe, hogy ellenőrizze. Még a végén egy elvakult görög elé kerül, aki kiviteti egy teherhajóra, és pár hét múlva Britanniában vagy Hispániában ébred rabszolgaként, ha ugyan éhen nem hal addig. Nyomott hangulatban ünnepelték a Pészahot. Flaccus, aki egy józan pillanatában fogadta végre az Alabarkoszt, ismét megtagadta a kérést, hogy a zsidók sérelmeik előadása véget delegációt küldhessenek Rómába. Ekkor ébredtek rá a zsidók, hogy már egy éve is megtagadta tőlük a delegáció küldésének a jogát, és kétség ébredt bennük. Vajon a császár az ő jó kívánságaikat megkapta-e? Az Alabarkosz dühösen mondta, bezzeg görög delegációk naponta utaznak a császárhoz ajándékokat cipelve. Flaccus gúnyosan mosolygott. Azok magánemberek, és ő magánemberek utazását nem tilthatja meg.
Akkor mi is magánembereket küldünk, kiáltotta az Alabarkos, amivel csak azt érte el, hogy azontúl minden Itáliába induló zsidót aprólékosan átvizsgáltak. Ha levél volt náluk, elvették, ha ajándéknak minősíthető tárgy volt náluk, lefoglalták. Az Alabarkos Agrippához utazó futárainak azontúl gázai vagy tűroszi hajókra kellett szállniuk, ami több hetes kerülőt jelentett. Júniusban újabb gyász ütött be. 18-án Rómában 21 évesen meghalt Drusilla, a császár nővére. Minden fürdőt és kocsmát bezártak, a könyvtárat bezárták, a gimnáziumban ismét évzáró nélkül fejeződött be a tanítás. Uli már másodszor nem kapott bizonyítványt. A boltokat is bezárták, a műhelyekben leállt a munka, a piacokon csak alapvető élelmiszereket lehetett kapni, a komor katonák józanul járőröztek, a részegeket begyűjtötték. A szentélyekben és imaházakban Drusilla siratásával voltak elfoglalva. Kedvenc nővére volt Drusilla Caligulának, versengve siratták a görögök és a zsidók ügyelve, nehogy hanyag gyászvágyával följelenthessék őket. Így is följelentgették. Aki csak tehette, elutazott Alexandriából, elvégre a színházakat is bezárták. A gimnázium parkját nem zárták be, az nem volt körülkerítve, és a mímusok rájöttek, hogy ott is játszhatnak. Óvatosan, rövid jelenetekkel kezdték, s még csak pénzt sem kértek, attól félvén, hogy jön az őrség és előzi őket, de nem jöttek a katonák, illetve jöttek, de nézőként és nevettek. A mímusok felbátorodtak, és a zsidókat parodizálták, amitől a katonák még jobb kedvre derültek és fizettek. Miért nem űzi el a mímusokat, Flaccus? Gyász van! Megtilthatná a gyülekezést a gimnázium parkjában. Aztán Uri arra gondolt, így kényelmesebb. Úgy tesz, mintha nem történne semmi, és akkor nem is kell tennie semmit. Az Alabarkos aránytalanul le volt sújtva. Tia árult el dühöngve, hogy miért. Az elmúlt hónapokban a futárok és Agrippa révén az apja jó viszonyt épített ki Lepidusszal, Drusilla második férjével, aki Caligulát a betegsége idején a birodalom élén helyettesítette, s aki most özvegyen maradt. Uri némi gúnnyal arra gondolt, oda vész hát a sok-sok pénzküldemény, ha Lepiduszt hátrébb sorolják a ranglistán, és hátrébb fogják sorolni. Tartott a gyász. A falakat renyhébben firkálták tele nagy orrú hajlott hátú alakokkal. A nyár füllet volt, Uri elveszetten üldögélt a szobájában. Filó nem vonult el a nyárilakba, a palotában maradt, és az Alabarkos terheinek egy részét magára vállalva fogadta a panaszkodó zsidókat, és nyugtatgatta őket. Tia sem ment sehová, a palotaőrség vezetésével bízta meg az Alabarkos. Marcus az apjával járta a Nílus partot erős kísérettel. Valami készül. Isidorosról sokáig nem lehetett hallani, most azonban ezt a kocsmákban tárgyalták. Megjelent a gimnázium parkjában, és szónoklatot tartott Flaccus ellen. Nem volt világos, mivel vádolja a helytartót, de súlyos lopásokról és sikkasztásokról regéltek, meg a zsidókról. Uri másnap délelőtt a gimnázium kertjébe ment. Jelentős sokaság várakozott, és katonák. Szerette volna látni és hallani Isidoroszt. Nem fog eljönni, Flaccus elleni vádakat nem tűrhetnek a katonák. Délben mégis megjelent Isidorosz. Sokan követték, testőrként vették körül. Fából ácsolt emelvényt tettek alája. Isidorosz fellépett. Éles hangon azzal vádolta meg Flaccust, hogy a zsidók kezére játszotta az alexandriai kereskedelem jelentős részét. Ellopta az egyiptomi öntözéshez Rómából érkezett császári adományt. Flaccus az oka, kiáltotta Isidorosz, hogy noha a birodalomban, Tiverius bankreformja óta mindenütt zuhant a hitelkamat, Alexandriában nem esett, hanem még nőtt is.
A helytartó személyesen van érdekelve az összes zsidó bankban. A segítségével a zsidók felvásárolták a görög bankokat, és ők diktálják a feltételeket. A tömeg hulyogott. A ti pénzeteken híznak a zsidók. Fúj! Ti szegényedtek, ők gazdagodnak, pusztuljanak! Az egyik osztag parancsnoka intett, katonái megpróbáltak közelebb nyomulni a szószékhez, de a görögök husángokat kaptak elő. Nagyon sokan voltak a görögök, a katonák megálltak. Isidoros lelépett az emelvényről, nem mintha a biztonságát fenyegették volna, de úgy látszott, nem akar összetűzést provokálni. Eltűnt a testőrei között. A görögök élénken tárgyalták a mondottakat. Uri jobbnak látta, ha hazamegy. Igaz, amit Isidoros állít? Kérdezte Tiától este. Tia hümmögött. Szóval igaz, állapította meg Uri. Miért nem avatkozik be a helytartó? Mert le van fizetve. Hogy-hogy? Lefizették a görögök. Ez az az 5 talentum? Tia csodálkozva nézett Urira. Honnan tudod? Mondták. Hát igen. De állítólag maga Isidoros adta át neki, aki most mégis vicsorog a helytartó ellen. Igen, mert kért is érte valamit, és Flaccus nem teljesítette a kérését. Mit kért, mit kért, mit kért, amit kérhetett, hogy a zsidó bankok vagyonát olvassa be a görög bankokéba? De hát ez hogy lehetne? Rendelettel. Uri eltűnődött. Na és miért nem tette meg, ha a pénzüket elfogadta? Mert mi még többet adtunk, jajdult fel Tia. Még többet. Ha ez így megy tovább, teljesen le fogunk gatyásodni. Nem buta ember ez a Flaccus, gondolta Uri. Leváltotta a császár, mégis a helyén maradt. Szorult helyzetében pár hónap alatt legalább 5 évi helytartói fizetést harácsolt össze magának. És még mindig mindenki az ő pártján van, görögök, zsidók, légiók. Hogy oldja meg ezt a császár? Amikor harmadnap nagy tömeg gyűlt össze a gimnázium parkjában, Isidoros nem jelent meg. A katonaság igen. Több szószéket is hoztak, ismeretlen görög szónokok kiabáltak rajtuk, Isidoros téziseit ismételgették, egyre több katona érkezett, s végül Uri elképedésére díszes kocsin maga Flaccus. A katonák utat vágtak a tömegben, a népet bekerítették, legalább 4 kohorz gyűlt össze, és vagy 20 000 ember. Flaccus fellépett az emelvényre, 4 pajzsos katona mászott fel mellé, meg egy centúrió. Flaccus üvöltve kérdezte, mi a bajuk vele. Nem volt részeg. A tömeg hallgatott. Az emelvény elé cibáltak egy görög szónokot, és felráncigálták az emelvényre. Ki tanított be, hogy rágalmaz engem, üvöltött rá Flaccus. Isidoros. Hangosabban. Isidoros. Vigyétek. Felrángatták a következő szónokot. Ki tanított be, hogy hazugságokat terjesz rólam. Isidoros. Az 5. szónoknál abba hagyták. Flaccus kijelentette, hogy a rágalmakból egyetlen szó sem igaz, és ennyi elég legyen. Isidoroszt száműzi, soha nem léphet többé Alexandriába. A gyülekezést a gimnázium kertjében is megtiltja. A nép legyen boldog, hogy ennyivel megúszta. A centurió intett, a katonák utat vágtak a tömegben, és Flaccus kocsiját elhajtották. 6 ló húzta előtte, mellette és mögötte, egy teljes ála lovagolt. Sokba kerülhetett ez az Alabarkosznak, gondolta Uri. Nem biztos, hogy Isidoros elszökött, vélte este Marcus gondterhelten, elrejtőzhet akárhol. Nem hiszem, hogy Flaccus Isidoros elfogására törekedne, vélte Marcus. Ha perbe fogja, Isidoros kitálal. Jobb neki, ha nem tudja elfogni.
Aztán hírekelt, hogy jelentős fegyverszállítmány érkezett. Bassus a centurió neve, aki a kirakodást vezényli. Ő szedte össze a fegyvereket Flaccus parancsára egész Egyiptomból, és most a kikötőből két oldal felpakolt szamarak és tevék hordják a palota fegyverraktárába dárdákat, tőröket, paritjákat, pajzsokat, rengeteg szamár és rengeteg teve. A kikötőtől a palotáig 10-12 stadion a táv, egymást érik a teherhordó állatok. Elefánt nincs közöttük. Filó megkérte Urit, ugyan nézze már meg, igaz-e a hír. Őket felismerték volna, Urit csak a gimnazisták ismerték, a nép nem, Uri szabadon mászkált. Az Alabarkosz hivatalos alexandriai kéme lettem. Gondolta Uri, és nevetette képtelenségen. Este jelentette, valóban rengeteg fegyvert szállítanak az arzenálba, a görögök az út szélén bámészkodnak, és azon vitatkoznak, vajon ellenük fogják-e a fegyvereket bevetni, vagy Róma ellen. Úgy hallottam, mondta az egyik este Tia belépve Uri szobájába, hogy Agrippának szüksége lesz rád a királyságában. Uri elképett. Agrippa Rómában van, jegyezte meg. Előbb-utóbb el kell foglalni a trónját, mondta Tia. Reméljük, a nálunk töltött alexandriai két évedet nem fogod elfelejteni. Uri bólintott. Határoztak felőle. Ő lesz az Alabarkosz családjának kéme Agrippa mellett. Mikor indulok? Kérdezte Uri. Reméljük nem sokára, felelte Tia. Urin átfutott, nem kellene-e megsértődnie. De Tia hangja ezúttal nem volt gúnyoros. Tia kifelé indult, majd visszafordult. Sokáig arra gondoltam, mondta, hogy tényleg te leszel a stratégoszom, ha helytartó leszek, de aztán rájöttem, hogy nem vagy rá alkalmas. Bármely más poszton azonban igényt tartok rád. Lehetsz főbegyűjtő, főirattáros, akármi. Uriban felé lett az ördög. Marcus is helytartó lesz, érdeklődött ártatlanul. Tia szeme csak kicsit szűkült el a gyűlölettől. Marcus király lesz, jelentette ki fegyelmezetten, és kiment. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A tizedik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.